Maxwell megjósolja. Üdvözlöm, barátom! Mindannyiunkat érdekel a jövő, mert ön is, én is ott fogjuk tölteni életünk hátralevő részét. És ne feledje, barátom, az ilyen jövőbeli események befolyásolják a jövőjét. Önt érdekli az ismeretlen, a rejtélyes, a megmagyarázhatatlan. Ezért is van most itt. És most először, teljes egészében megismerheti, hogy mi történt azon a sorsdöntő napon. Bemutatunk minden bizonyítékot, a rettenetes megpróbáltatás túlélő, szerencsétlen lelkek titkos tanúvallomásai alapján. Az események, a helyszínek, barátom, többé nem tarthatjuk mindezt titokban. Bűnhődjenek a bűnösök, nyerjék el jutalmukat az ártatlanok. Barátom, elég erős a szíve a sokkoló igazsághoz, ami az űrbéli sírrablókról szól. Kilences terv a világűrből. Magyar hangok. Balogh Noémi pénzügyi asszisztens, Baludyánszky György főkönyvelő, Bencédi Eszter irodavezető, Buzsi Szidónia kereskedelmi koordinátor, Grószenikő marketing asszisztens, Hagen Péter operációs és katalógus menedzser, Herceg Balázs pénzügyi elemző, Kolosszár Péter produkciós vezető, Lodner Klára vezető key account menedzser, Molnár Ágnes marketing menedzser, Müller Márton ügyvezető igazgató, Rajki Péter vezető marketing menedzser, Szella Janív pénzügyi igazgató, Simon Andi üzletfejlesztési menedzser, Sőtér Diana vevőszámla koordinátor, Stern Gábor ügyvezető igazgató helyettes, Striker Éva kreatív koordinátor, Visi Gergely key account menedzser. Mi a Földön mind tudjuk, hogy megvan az ideje az életnek, és megvan az ideje a halálnak. A halál mégis csapás az itt maradtaknak. De még szörnyűbb csapás, ha a halál, a kevés fivér, hirtelen, figyelmeztetés nélkül jön. Alkonyatkor kis csoport gyűlt csendes imádságban egy idős férfi szeretett feleségének, frissen ásott sírja köré. Az alkonyat nem csak a napé, de az idős férfi szívének alkonyata is volt, mivel a gyász árnyai elhomályosították elméjét. A temetés után a gyászolók távoztak a sírtól. Mikor munkához láttak a sírások, akkor különös dolgok történtek. Ezt a pontosságot pont a San Fernando völgy felett repülünk. Hívd a központot további utasításokért. Rendben. Burbanki torony, ez a 812-es járat. Vége. Nem lepne meg, ha ilyen korai órán még aludnának. 812-es járat itt a Burbanki torony. Ha aludnánk, sosem szállnátok le. De titeket örökre fent kéne hagyjalak. Vége? Inkább a legközelebb meg. Itt a 812-es járat. Burbanki torony a 812-es járatnak. Vége? Burbanki torony a 812-es járatnak. Vége? Szent Kleofás! Burbanki torony a 812-es járatnak. Valami gond van? Gond van?
Nézd meg a saját szemeddel. Ilyen a világon nincs. Nem is ebből a világból van? Burbanki torony a 812-es járatnak. Gond van? Valami gond van? SOS, SOS, maradj készenlétben! Vajon az utasok látták? Nem hinném, a legtöbb alszik, de elég nagy rázkodás volt. Megnézem. Rendben, készülj a leszállásra, és az utasításokig egy szót se nekik. Jó. Oké, Danny. A 812-es járat jelenti a Burbanki toronynak. Vége. Hallottál valamit? Azt hiszem, igen. Nem szeretem az ajokat, főleg nem tudom, honnan jönnek. Ja, elég kísérteties. Tancsek Oregszónk. Bármi is volt, elment már. A legokosabb, ha mi is ezt a szok. Ja, menjünk. Felesége halála feletti gyász egyre jobban és jobban gyötörte. A ház, ahol oly sokáig éltek együtt, koporsóvá változott. Felesége boldog életének édes emlékévé. Az égbolt, amelyre az asszony egykor felnézett, már csak a holttestének volt a leple. Az örök szép virágok, melyeket saját kezével ültetett, ajkai elveszett rózsáivá lettek. Az öreg ember a veszteség nyomasztó súlyával indult el otthonából, és soha többé nem tért vissza. Az öreg ember temetését a gyásznév tudtán kívül a halott felesége nézte végig. Először a felesége, most ő. Tragikus. Mondja csak, hogy a feleségét a földbe temették, őt meg kriptába zárták. Egy családi hagyomány van mögötte. Valamiféle babona. Ó. Oh. Már sötétedik, inkább induljunk. Jó. Aztán, amikor egy két gyászolója elhagyta a végső nyughelyet... Néhány perc múlva Clay felügyelő vezetésével a rendőrség megérkezett a helyszínre. Ki találta meg őket? A férfi meg a lány. Az orvos szakértő volt már itt? Most ment el. Minden pillanatban megérkezhet a hullaszállító. A vallomásokat rögzítették? Igen, amennyire lehetett. Nagyon megrémültek. Ettől a borzalomtól mindenkit elfogna a félelem. Az egyik embere vigye vissza a pasit meg a lányt a városba. Maga a főnök. Igenis, felügyelő. Ön mit tervez? Kicsit körülnézek. Elég sötét van. Ahová már nem világítanak el a fények, az Orrahegyéig sem fog látni. Majd kiveszek egy zseblámpát a járőrkocsiból. Vigyázzon, Clay. Nagy fiú vagyok már, Johnny.
Ha. Hát Hughes tépte volna szét őket. Igen. Mondja, hadnagy. Érzi ezt a fura szagot? Hogy ne érezném. Na, végre itt a halottas kocsi. Ez az ötödik sziréna hang egy órán belül. A temetőben történt valami. Tele van rendőrökkel. Megálltam, de nem láttam semmit. De bármi is az, holnap úgy is megírja az újság. Mintha még mindig valahol fent járnál. Meg lehet. Szerintem még sosem láttalak ilyen hangulatban. Talán mert még soha nem is voltam ilyen hangulatban. A gépen történt valami? Igen. Mi történt, Jeff? Láttam egy repülő csészealjat. Csészealjat? Úgy érted olyat, ami az égből jön? Igen, vagy a párját. Olyan volt, mint egy hatalmas szivar. Dan és Edith is látták. Amikor elrepült mellettünk, az egész fülkét vakító fény ragyogta be. Aztán olyan szél támadt, ami szinte lesöpört minket a pályánkról. És jelentettétek? Persze. Azonnal beszóltam. Azt mondták, ne szóljunk róla senkinek. A leszállás után meg katonai fejesek fogadtak, és megeskedtek, hogy titokban tartjuk az egészet. Ez felháborító. Már évek óta látjuk őket. Itt vannak, ez tény. Mindenkinek joga van tudni róluk. Valamit te is biztos tehetnél az ügyben. Sajnos nem. De hát mi értelme lenne ügyet csinálni? Éjjel egy repülő tárgyat láttam, ami véletlenül nem erről a bolygóról való, és egy szót sem szólhatok. Szájkosarat tettek rám. Még azt sem ismerhetem el, hogy láttam.
Whitley bajban van. Biztos köze van ahhoz, amit az előbb láttunk. Gyerünk! Meghalt? Igen. Ugyanolyan csúnyán fest, mint az a másik kettő. Gondolom, annak a csészhajának, hogy bármi is az, köze van a dologhoz. Én is sötétben tapogatózom. De egy dolog biztos. Clay felügyelő halott. Megölték. És kell lennie egy tettesnek. Magáé az irányítás, hadnagy. Hát, úgy néz ki. Kelton? Igen, uram? Menjen vissza a kocsihoz és szóljon be. Mondja meg a halott kémnek, hogy vissza kell jönnie. Na és a laboránsok? Maga szerint kiket hagytunk a kocsinál? Kis cserkészeket? Jöjjön. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Mindig nehéz egy baráttól búcsúzni, annak sírjánál állva, és Daniel Clay felügyelő barát volt. Az én és mindannyiunk kedves barátja. A halál derékba törte nagyszerű pályafutását. Most örök nyugalomra helyezzük. Megszolgálta ezt a nyugalmat, bár túl korán jött. Az autópályáról délre fordulók megrettentek, amikor három repülő csészehajat láttak magasan a Hollywood Boulevard felett. UFO-t láttak Hollywood fölött. Egy nő, megrettenve az égi látomástól, felhívja a rendőrséget. Ember életében elérkezik az a pillanat, amikor még a saját szemének sem hisz. Csészehajakat láttak Hollywood fölött. Repülő csészehajakat láttak Washington fölött. Bevetettek egy katonai konvojt. Rakétákat gyorsan beélesítették. A repülőcsészehajakért felelős Tom Edwards ezredes pályafutása legnagyobb döntés előtt állt. És ön meghozta ezt a döntést. Edwards ezredes kiadta a tűzparancsot. Gyorsan jöttek,
Olyan gyorsan el is tűntek, még a radar mindent látó szeme és a villámgyors repülőgépek elől is. Nem akármilyen látvány volt. Inkább sose láttam volna. Aggódik miattuk, uram? Biztosan oka van a látogatásaiknak. Látogatás? Az vendégeket is jelentene. Talán hatalmas fegyverekkel szokás vendégeket fogadni? Nem mindig tüzeltünk rájuk. Tessék? Rádión is próbáltunk kapcsolatba lépni velük, de nem volt válasz. Aztán megtámadtak egy várost. Kisvárost, elismerem, de mégiscsak emberek lakták, akik meghaltak. Erről nem tudtam, uram. Mert a legfelsőbb szinten eltussolták. Legyen az tűz, vagy földrengés, nagyobb természeti katasztrófa, gondolja meg! A repülőcsészaljak létezése csak mendemonda. Hivatalosan. Úgy tűnik, visszavertük őket, uram. Mit akarhatnak? Honnan érkeztek? Merre tartanak? Kik, uram? Kik? Hisz csak gyakorlatoztunk, uram? Csak leadtunk pár lövést a felhőkre. Gyakorlásképp. Igen. Vaj, mi lesz a következő lépésük? Hogy mi lesz a következő lépésük? Uz Arpanushka visszatért a földről. Küld be! Halljam a jelentést. Vissza kellett hoznunk a hetes számú űrállomást felújítása. Utána azonnal visszatérünk a földbolygóra. Mennyit haladtatok előre? Kapcsolatba léptünk a kormányunkkal. Tagadják a létünket. Milyen terv szerint fogtok most eljárni? A 9-es szerint. Lehetetlen volt irányítás alá vonni ezeket a földieket. Túl erős a lelki kontrolljuk. A 9-es terv? Á, igen. A 9-es terv a holtak feltámasztásával operál. Elektródákat lövünk a nemrég elhunytak toboz és agyalapi mirigyébe. Próbáltátok már végrehajtani a tervet? Igen, ő excellenciája. És sikerrel jártatok? 2 holtat már feltámasztottunk, és a folytatás is ilyen sikeres lesz. Az élők? Nem sejtették meg, miben mesterkedtek? Egy rendőrt likvidálnunk kellett. Azonban a feltámasztottakat nem látták. Legalábbis senki olyan, aki még mindig élne. Szomorú, hogy így kell eljárni. De muszáj. A feltámasztottak vezetnek el minket a további műveleteinkhez. Igen, ő excellenciája. Folytassátok, 2 földi napot kaptok. Féltem, hogy ő excellenciája mit szól majd a jelentésünkhöz. Ha saját népünkről lett volna szó, teljesen másképp reagált volna. Tudja, hogy a földért folytatott verseny nehéz. Szerinted a földlakók legközelebb milyen akadályt gördítenek az utunkba? Hát... amíg gondolkodni tudnak, fájhat a fejünk. De akiket mi használunk, nem tudnak, mert halottak. Az elektroda pisztolyaink keltik őket szimulált életre. Tudod, ha belegondolunk, érdekes, hogy a gondolkodni tudó földlakók rettegnek azoktól, akik nem tudnak, mert halottak. Fel kell újítanunk a hajónkat, ide munkához látunk. Akkor is be kéne menned anyádhoz a városba, amíg vissza nem jövök.
Ez az otthonunk, és egy tapottat sem mozdulok innen. Különben is, a legtöbb férfi azon van, hogy a felesége ne menjen haza az anyjához. Nem ez a lényeg. De, csak és kizárólag ez a lényeg. Most pedig mars, és repülj csak a repülőmasinádon. De ha a repülőcsészajat látnál, szólnál nekik, hogy más házat zaklassanak? Légy óvatos. Miattam ne aggódj. Csak is miattad aggódom. Felejtsd le a repülő csészealjakat, azok fent vannak. De van valami a temetőben is. És az aggasztóan közel van. Oh, a csészealjak fent vannak, a temető pedig odakint. Én majd bezárkózom idebent. Na, most már irány a vad égi óceán. Megígéred, hogy azonnal bezárod az ajtókat? Megígérem. És különben is, egy fél óra is már ágyban leszek. Mellettem a párnáddal. A párnámmal? Hát, nekem is kell valami társaság, amíg te távol vagy. Néha éjjel, ha magányosnak érzem magam, átnyúlok és megérintem. És akkor enyhül egy kicsit a magányom. Te kis butus. De azért imádlak, drágám. Viszlát csütörtökön. Szia, édesem. Ugye tudod, addig el nem indulok, amíg be nem zárkóztál. Rendben, drágám. Ha nagyon rendes leszel, talán még az oldalajtót is bezárom. És figyelj, hogy égjenek a kerti lámpák. Borzasztó hallgatag vagy ma, Jeff. Hm? Felszállás óta 10 szót haszoltál. Máshol járnak a gondolataim. A 33 utasnak járhatnak máshol a gondolatai. Aki egy ilyen gépponzalat vezet, annak nem? Azt hiszem, igazad van. Paula? Igen. Ugye nincs semmi baj köztetek? Á, nem, szó sincs ilyesmiről. Csak aggódom. Ott van egyedül, miközben ezek a fura ízek repkednek a ház felett. És az elmúlt néhány napban a temetőben történt események is aggasztanak. Hát, lehet, hogy nem tudják, mik azok az őrült égi madarak, de ide a rozsdásbököt, hogy a temető ügyet már megoldották. Remélem. Ha ennyire aggódsz, miért nem szólsz be rádión és derített ki? Most már megvan szolgálatban. Felhívhatja Paulát, hát ha tud valamit. Szia, Idi. Szia, Kuka. Egy mukot sem hallottam tőletek, mióta felszálltunk. Ó, Jeff a csendet tanulmányozta és engem is bevont. Talán veszekedtetek? Nem, nem, szó sincs ilyesmiről. Hé, hey, Idi, mi lenne, ha csapnánk egy jó murit Albuquerque-ben? Albuquerque-ben? Te nem olvastad a menetrendet? Mi van vele? Hajnali 4-kor szállunk le Albuquerque-ben. Ott este 9-kor megáll az élet. Van egy barátom, aki segít nekünk. Először oldjuk meg a problémát, jó, Danny? Ó, aggódik Paula miatt. Olvastam arról a temetői ügyről. Én mondtam, hogy ne vegyetek házat egy ilyen hely mellett. Így is elég hamar oda jutunk. Azt hitte, hogy csend és nyugalom lesz. Az már biztos? Hát persze, hogy csendes, mint egy sír. Ne haragudj, Jeff, rossz vicc volt. Hú, majdnem elfelejtettem, miért is jöttem. Mit szólnátok egy kávéhoz? Nekem jöhet. Én sem mondok rá nevet. Jó, már is jövök. Ja, és Jeff, hívd csak fel Meket. Na, nem elég, hogy megfúrt az Albuquerque-i terveimet, most még ismétli is önmagát. Akkor áll az Albuquerque-i muri? Hát ellen tudok én állni a sármodnak? A temető közelében lakók nem sokat törődtek a mennydörgéssel és a villámlással. De az égzengésből kiemelkedett a halott öregember mozgó alakja.
Hello? Ki? Mac? Na hát, szia, Mac! Persze, hogy jól vagyok. Csak elaludtam. Mondd meg Jeffnek, hogy jól vagyok. Rendben, Mac. Köszi, hogy hívtál. Jó ét. Thank you.
Mindjárt a fedélzeti nyílásnál lesztek. Most már kinyithatott Anna. Kapcsold az elektródákat. Fogalmuk sincs, kik vagyunk. Nehéz még találni valamit, ha nem tudod, mit keresel. Szerintem a hadnagy sem tudja. Akkor meg mit keresünk itt? Már letelett a szolgálatom? Jaj, ne engem kérdezges. Én is csak egy csavar vagyok a gépezetben. Maga szerint mi volt ez a zaj? Bármi volt, és nem volt különösebb, mint bármi más se kerül a temető körül. Ha, szellemek, amikor Kóder az öreg farma mesélt. Meg lehet. Szerintem csak a piától látta a szellemeket, amitől bűzlött. Ne feledje, hogy Mrs. Trent is látta őket, és ő nem bűzlett semmitől. Magán kívül volt. Igaz, megrémült, a sokkos állapotban volt. De a hálóinge elszakadt, és összekarmolták a lábát. Igen, erre nem is gondoltam. Talán nem véletlen, hogy maga a nyomozó, én meg csak egyenruhás rendőr vagyok. Néha csak a szerencsém múlik, Larry. Addig is menjünk. Hadnagy úr, hallotta ezt? Hogy ne hallottuk volna? Nagyon fura volt. Tudják, mi volt ez? Mi se jobban, mint maguk. Ha megtehetném, lelépnék. Egy csészáj volt. Repulló csészáj? Miből gondolja ezt? Emlékeznek a lemúlt karizájra? A földhöz vágott minket. Hogy is fejthetném el? Pontosan. Mégsem ismerte fel a hangot. Ebben téved, hadnagy? Azt nem vittatom, hogy a hang hasonló. De mi a helyzet a vakítófénye? Hát nem hallotta? Sokszor a csészáj nem ragyogott, sőt, semmilyen fényt nem bocsátott ki. Meggyőzött. Mi van még, hadnagy úr? Ó, hadnagy úr, talán nincs nagy jelentősége, de Jamie-vel találtunk egy sírt, amelyben mintha behatoltak volna. Mi? Hol? Hát... Gyerünk már, nyögje ki, nem lacsoroghatunk itt egész nap. Ott volt a kripta mögött. Rendben, mutassa az utat. Nézze, ott van, hadnagy úr. Ebbe betörtek, nem vitás. Fura. Ha egyszer betörtek, kéne itt lenni egy földkupacnak. Úgy tűnik, beomlott a sírba. Még egy ilyen is kibújhat végre az egyenruhából. Van jogunk szemlét tartani odalent? Elméletileg nincs. Nincs. Mintha ismerős lenne ez a hely. Nem vizsgálódhatunk, míg nincs hozzátartozói engedélyünk. Hát szerezzünk! Hogyan? Értem már, mit mond, a sírkő ott van lent. Na, menjünk le és derítsük ki, kinek a sírja. Hogyan? Úgy, hogy lemegyünk és kiderítjük kié. Biztos, hogy ezt komolyan gondolja? Ha nem gondolnám, nem is mondtam volna. Bejötti. Miért mindig nekem jutnak ezek a kísérteties feladatok? Szörnyek, sírok, holttestek. Na, mindegy. A koporsó itt van lenne, de nincs benne senki. Látja, milyen név áll rajta? Túl sötét van! Kéne egy zseblámpa! Gyufa jó lesz? Megpróbálhatjuk! Dobja le! Rendben. Ez Cliff felügyelő sírja, de...
Nincs benne. Eközben a Pentagonban, Washington DC-ben. Rendben, G2. Szabad? Igen, persze. Majd jelentkezem. Jöjjön be, ezredes. Csukja be az ajtót. Pihenj, ezredes. Köszönöm, uram. Üljön le. Nos, úgy tudom, ezredes, hogy számos csészhajtámadásnál jelen volt. A helyszíni műveleteket irányítom, uram. Ön hisz a repülő csészhajak létezésében, ezredes? Igen, uram. Látta őket? Igen, uram. Tisztában van vele, hogy egy kormányzati állásfoglalás szerint repülő csészhajak nem léteznek? Igen, uram. Mégis kitart amellett, hogy repülő csészhajakat látott? Hát... Igen, uram. Hadbíróság elé kerület, hogyha parancs ellenére is ezt vallja. Roberts tábornok, beszélhetek nyíltan? Engedélyezem. Hogy várhatnám, hogy teljesítsék a parancsaimat, ha azt sem hinném el, amit láttam és amire lőttem? Maga tetszik nekem. Köszönöm, uram. Vannak repülőcsészhajak. Nem kétséges, hogy ott vannak az égen. Jó ideje ott vannak már. És mihez kezdünk velük? Ki tudja. Tehát, akkor tényleg ott vannak? Azt hittem, meg van erről győződve. Jól hitte. Kapcsolatba léptünk velük. Kapcsolatba? Hogyan? Rádión. Beszélik a nyelvünket? Hát nem egészen. Üzeneteket kaptunk az űrhajóikról. Egy ideig csak össze-vissza zajnak tűnt az egész. És most, uram? Amióta először próbáltak kapcsolatot létesíteni velünk, kifejlesztettünk egy nyelvű kompjútert, ami lefordít a mi nyelvünkre bármilyen nyelvet. Tábornok úr, mi köze ennek az egésznek hozzám? Hosszú ideje ön a csészhajak tevékenységének felelőse. Ideje, hogy hallja ezeket a felvételeket. Nem gond? Gond? Csupa fül vagyok. Erosz vagyok, űrkatona a galaxisuk egyik bolygójáról. Tisztában vagyok nyelveink különbségeivel. De azt is tudom, hogy végre üzembe helyezték a lingorobotot. Vagy ahogy a Földön nevezik, a nyelvi kompjútert. Hogy érthessék mindazt, amit mondok. A maguk idejének kezdete óta jóval előrébb jártunk a bolygójuknál. Maguknak felfogni is évszázadokba telt, amit mi sok eonnyi évvel ezelőtt kifejlesztettünk. Még mindig kételkednek a létezésünkben? Ugye nem gondolták komolyan, hogy a maguké az univerzum egyetlen lakott bolygója. Hogyan lehet egy faj ennyire ostoba? Hadd nyugtassam meg magukat. Nem akarjuk meghódítani a bolygójukat. Csak megmenteni. Már rég elpusztíthattuk volna, ha az lett volna a célunk. De szándékaink barátságosak. Elismerem, be kellett vetnünk pár eszközt, amely a maguk szemében törvénytelen. A nagy fegyvereik miatt, amelyek több küldöttünket is elpusztították. Ha továbbra sem engedik, hogy leszállhassunk, abból azt kell leszűrnünk, hogy nem akarnak minket barátian fogadni. És akkor kénytelenek leszünk elpusztítani magukat, mielőtt maguk pusztítanak el minket. Ősi, gyermeteg elméjükkel olyan gyors robbanószereket fejlesztettek ki, hogy fel sem tudják fogni, mire képesek. Egy lépésre vannak a világegyetem teljes elpusztításától, aminek mi is részei vagyunk. Ez a mi utolsó. Itt ez véget is ér. Az űr légkörű viszonyai gyakran zavarják az adást. Hány ilyen felvétele van, tábornok úr? Eddig épp egy tucat. Ez volt az utolsó. Több mint egy hónapja rögzítettük. Vegyük őket komolyan? Jobb félni, mint megijedni. Jöjjön ide. Járt már Hollywoodban? Ó, voltam párszor néhány éve. Holnap reggel oda megy. A Hollywood mellett fekvő San Fernando városban földhöz vágta,
Az embereket az alacsonyan szálló csészalja kipufogó gáza. Ez történt. Egyes állítások szerint a csészaljak le is szálltak. Távollét alatt Carson őrnagy helyettesíti majd. Maga a legalkalmasabb rá, hogy kapcsolatba lépjen velük. Találja meg őket, és derítse ki, mi az ördögöt akarnak. Igenis, uram. Ezek bizalmas jelentések, ezredes. Olvass el őket figyelmesen, amikor Rassengers Bear adja át a hírszerzésnek. Onnantól az ő utasításaikat kövesse. Igenis, uram. Ezredes úr? Igen, uram. Sok szerencsét. Köszönöm, uram. Jelentése készen állunk. Sok napot késtetek. Nem volt mit tenni. Mi próbáltunk időben sugározni, de a légköri viszonyok lehetetlenné tették ezt. És miért nem sugároztatok, amikor már engedték? Úgy véltem, jobb, ha várunk. Felfigyeltek a mozgásainkra. Hajóinkat a műveleti helyszínek közelében látták. És mit nyertünk ezzel a plusz idővel, Eros? Sikerült feltámasztanunk 3 halottat. Hát hadd lássak egyet. Hozd be a nagy darabot. Használd az elektróda pisztolyodat. Két hajót kivontam a parancsnokságod alól. De így csak az én hajóm marad. Mostantól egyedül kell folytatnod a küldetésedet. A többi hajóra máshol van szükségem. Hiába támasztottatok fel 3 földi halottat. A terv távolról sem sikeres. Neked, Eros, műveleti sikereket kell felmutatnod, mielőtt további időt, energiát, hajókat és honfitársakat fordítunk az ügyre. Nem vallunk kudarcot. Minden a mi oldalunkon áll. Nem minden. Az élő földlakókra ez nem igaz. Azt jelentetted, hogy a hajódat meglátták a jelenlegi műveleteid helyszínén. Így van. Sokszor láttak már minket, de műveleti helyszínen még soha. Valamit tenni kell az ügyben. Állítsd meg, Tara! Túl közel van! Kapcsold ki az elektróda pisztolyod! Ne! Ne! Állítsd meg, Tara! Nem megy, beragad! Állítsd meg, te liba! Dobd a pisztolyt a földre, Tara! Attól megszakad a kapcsolat! Egy hajszálon múlott. Igen. Hozd az óriást, hogy jobban szemügyre vessem. Na hát, igen szép példány. Mindenki ilyen hatalmas a földön? Ő kivételes, ő excellenciája. A másik kettő milyen? Az egyik nő, a másik egy öreg ember. Egy öreg ember? Azt mondod? Igen, ő excellenciája. Van egy ötletem. Vezesd el a hústornyot. Vedd fel az elektróda pisztolyod, nézd meg, hogy működik-e, mielőtt ráfognád. Bármi volt is, az esély is rendbe hozta. Vidd vissza a hajóra. Az öreget fel kell áldozni. Szállj le újra a földön. Küld az öreget egy lakóépületbe. Szakítsd meg az elektrokinetikát, és kapcsold be a megsemmisítő sugarat. Aki látja, annyira megdöbben majd, hogy mire feleszmél a meglepetésből, addigra már új delikvenseket szereztél a temetőből. Igen, ő excellenciája. Így lesz. Jelentést kérek, amint végrehajtottad.
Eros. A földlakók egyre közelebb jutnak ahhoz, amitől félünk. Mivel süketek és nem fogadják el a létezésünket, csak akkor hiszik el, milyen hatalmasak vagyunk, ha látják újra járni a halottaikat, a mi tudományos fejlettségünknek köszönhetően. Amint elég halottat gyűjtöttél össze, vezesd őket a föld fővárosaiba, semmi se álljon az utadba. A halottaik elfogadtatják velük a létezésünket. Hinni fognak benne. Mr. és Mrs. Trent. Ő Edward ezredes Washingtonból. Jó estét, ezredes. Üdv, ezredes. Az ezredesnek lenne pár kérdése. Kérdése? Miről, ezredes? Szabad lenne. Leülnem? Oh, bocsásson meg, csak tessék. Arról a különös esetről szeretném kérdezni, amikor a repülő csésze aljat látta. Utána hazahozott a rendőrség. Ah, remélem, soha többé nem látok ilyesmit. Hát, azt hiszem, az elmondása alapján én sem akarnék. Lenne még valami. Amikor az a széllökés a földre terítette, meleg, vagy hideg volt az a széláram? Nehéz megmondani. Se meleg, se hideg. De olyan ereje volt, hogy nem tudtunk felkelni. Ha, a fény engem is úgy elvakított, hogy semmit se láttam. Nem éreztünk más, csak a szél nyomását, amíg el nem múlt. Amikor a ragyogás megszűnt, egy izzó gömböt láttunk eltűnni a távolban. Merre felé? A temető irányába. Sose hallottam még fantasztikusabb történetet. Ráadásul minden szava igaz. Épp ez a fantasztikus benne. Ezredes, számos gyanús dolgot találtunk abban a temetőben. De semmit, ami legalább a gyanunkat igazolhatná. Hé! Hey, maguk is hallották? Lát kint valamit, Carlton? Túl sötét van, hadnagy úr! De valami elkezdett rettenetesen bűzleni. Valami van kint. Ez meg micsoda? Ez jó kérdés. Egy perce még nem ilyen volt. És az embere? A nagy izgalomban megfeledkeztem róla.
Á, pár perc és kutya baja. Látták azt a valamit? Elkapták? Elkaptuk. Mi volt az? Nem esett össze, pedig kilőttem a teljes tárat. Én is. Nem tudom, mi volt az, vagy hogy mi történt. De ha csak össze nem rakja magát az a csonthalom, már nem sok vizet zavar. Ezredes, annyit jártam már itt, mintha bérletbe vettem volna a helyet. Remélem, nem hosszú távra. Értem, mire gondol, de tudja, valami assugja, itt kell lennie a válasznak. A lány biztonságban van? Mrs. Trent, inkább maradjon a kocsinál. Egyedül? Nincs az a pénz. Modern nők. Örök időktől fogva ilyenek, különösen az ilyen helyeken. Kelton? Igen, uram? Maradjon Mrs. Trent-tel. Igenis. Maradj a közelében, drágám. Szívesebben maradnék veled. Hallgass a hadnagyra. Nem örülök, de úgy látom, sokat úgyse tehetek ellene. Van fegyvere? Nincs. Bánni tud vele? 4 évig voltam tengerészgyalogos. Tessék. Szükség lehet rájuk? Sose lehet tudni. Na, induljunk. Mire számít? Mit találunk ott? Erre csak egy válasz van, Mr. Trent. Ha meg lesz, megtudjuk. Clay felügyelő sírja arra van. Ez az, amiről mesélték, hogy feltörték? Igen. Ez az? Igen. Nekem úgy tűnik, ebből inkább kitört valaki, nem be? Nekem is feltűnt. De lehetetlen. Miért? Mert van, ami egyszerűen nem történhet meg. Hát azután, hogy az a kísértet ott feküdt Mr. Trent verandáján, én azt mondom, semmit sem szabad kizárnunk. Nézd, ezredes, én rendőr vagyok. Engem a tények érdekelnek. De azt hiszem, most egyet kell értsek. A rendőri jelvényem teszem rá, hogy nem ez az utolsó fura szerzet. Hamarosan felfedeznek minket. Hagyjad, hogy megtaláljanak? Nincs más megoldás. Ezek ugyanazok, akik már annyiszor olyan közel voltak. Meg kell őket állítani, még mielőtt hírt adnának rólunk. És akik a kocsiban vannak? Őket is elkapjuk. Küld ki a nagy darabot a kocsihoz. Bekapcsolom a diktorobotot, hogy kommunikálhassunk. Nem is jó helyen próbálkozunk. Az egyik, amit egy rendőr hamar megtanul, az a türelem. Hol az az égésnyom, amit említett? Arra, ott a... Nézzék! Utána járunk, de legyenek óvatosak. Thank you.
Még néhány pillanat, és maguk lesznek az első élő földlakók, akik egy űrhajó fedélzetére léptek. Csű! Hogy tudott egy ekkora valami ennyi ideig rejtve maradni? Még sose hallottam, hogy így szólt volna fém. Mit lát? Csak saját magamat. Talán valami tükörüveg lehet. Vajon hogy lehet ebbe bejutni? Nem biztos, hogy tudni akarom. Itt vannak kint. Most kinyithatod a külső ajtót. Vigyázzon! Maga bemegy ebbe? Nem ezért jöttünk? Nem is tudom. Ahogy ezek száguldoznak, lehet, hogy beszállunk, és már repülünk is. Vállaljuk a rizikót. Hát, azt már a régebbi repülőknél is vállaltam. Úgyhogy nézzük meg egy ilyennek, milyen lehet a belseje. Pisztolyok meg vannak? Mondok én valamit. Ha egy zöld emberke ugrik rám, először lövök, és csak utána kérdezek. A külső kamrában vannak. Eros, muszáj megölnünk őket? Igen. Kegyetlenségnek tűnik. Nem okosabb most megölni párat, mint hagyni, hogy móhóságukkal elpusztítsák az egész világegyetemet? Mindig igazad van. Bizony. De ezek nem az én szavaim. Ezek az uralkodó szavai. Maguk ketten ott maradnak, ahol vannak. Úgy tesszük, ahogy parancsolják. Egyelőre. Csak semmi egyelőre. Tegyék, amit mondok. Nincs szükség fegyverekre. De mi azt gondoljuk, van. Most nem vennék semmi hasztukat. Elég hasznosak voltak, ha vért kellett ontani. És úgy nézem, magukból bőven van mit kiontani. Valóban hatásosak lennének, amennyiben módjuk volna használni őket. Uram, ha nem állodébb a kapcsolótáblától, megmutatom, milyen hatásosak tudnak lenni. Beszélgessünk, vagy várjunk? A barátaik hamarosan itt lesznek. Milyen barátaink? Akiket a járműnél hagytak. Ha hozzá mertek nyúlni Paulához... Csiga a vér, Mr. Trent. Biztosíthatom, nem esett bántódása. Szeretné látni? Legközelebb nem a táblára fogok lőni. Hogy maga milyen makacs. Csak be akartam kapcsolni a televíziót, hogy láthassa, mi van vele. Gyerünk, barátom. De vigyázzon a mozdulataira. Csak elájult. Maga gazember! Én? Gazember? A bolygón katonája vagyok. Én? Gazember? Nem ellenségként jöttünk ide. Baráti szándékkal érkeztünk, hogy beszéljünk, hogy segítséget kérjünk. Segítséget? Igen. Az univerzum egésze számára. De földi kormányaik még létezésünket is tagadták. Hiába láttak minket, hallották az üzeneteinket, akkor sem vettek tudomást rólunk. Miért olyan fontos, hogy kapcsolatba lépjenek a kormányainkkal? A halál miatt. Mert maguk itt a földön mind idióták. Na álljon csak meg, barátocskám! Nem, maga álljon meg! Először csak a petárdáik voltak, ártalmatlan robbanószer, aztán a kézigránátok, amivel elkezdték a saját embereiket öldösni. Aztán a bombák, majd a még nagyobb bombák, amik sok embert megölnek egyszerre. Aztán a tudósaik megalkották az atombombát,
atomot hasítottak. Aztán a hidrogénbombát, amivel magát a levegőt robbantják fel. Most az univerzum totális elpusztítása következik, a napunk segítségével. Egyetlen robbanószerve a hátra, a Solaronit. Olyan nem is létezik. Maguknak talán nem, de mi évszázadok óta ismerjük. Majd a maguk tudósai is rábukkannak, ahogy a többire is. De a maguk gyermeteg elméjével nem fogják majd fel az erejét, csak amikor már késő lesz. Mennyivel előrébb járnak? A Solaronittal a napfény tényleges részecskéit lehet felrobbantani. De az lehetetlen. A tudósaik most is azon dolgoznak, hogy hasznosítsák a napsugarait. A napfény sugarai apró részecskék. Nem tudja elképzelni, hogy képesek arra, amit mondtam? A napfény részecskéit látni vagy megmérni sem lehet. Az atomot talán meg tudják mérni? Mégis fel tudják robbantani. A napsugarait sok atom alkotja. Na és ha kifejlesztjük ezt a Solaronit bombát, csak még erősebb nemzet lennénk. Erősebb? Látják? Látják? Ostoba elmék! Ostobák! Ostobák! Én ezt tovább nem tűröm! Eros! Hagyj abba! Hadd fejezze be! A maga fajta emberek miatt kell mindennek elpusztulnia. Önfejű, erőszakos, nem használja az eszét, amit Isten adott. Maga beszél Istenről? Azt is lehetetlennek tartja, hogy mi is gondolhatunk Istenre? Maga, aki az országa egyenruháját viseli, látja? Én is az országom egyenruháját viselem. Igen. Drasztikus módszerekkel jutottunk el magukhoz, de nem hagytak más választást. Mire Solaronitjuk lesz, semmiük se lesz. Sem az univerzumnak. Mondja, mi ez a Solaronit? Elmagyarázná? Vegyünk egy kannányit a maguk benzinjéből. Mondjuk, hogy ez a kanna benzin a nap. Most kenjen belőle egy vékony csíkot egy labdára, ami a Földet jelképezi. És a benzin jelképezi a napfényt, a naprészecskéket. Itt átitatjuk a labdát benzinnel, a napfénnyel. Aztán lángra lobbantjuk a labdát. A láng villámgyorsan körbefutja a Földet, a benzincsík mentén vissza egész a kannáig, azaz magáig a napig. Felrobbantja a forrását, és kiterjed mindenhová, amit a benzin, ami napfényünk csak megérint. Ha felrobbantják itt a napfényt, uraim, felrobbantják az univerzumot. Ha felrobbantják itt a napfényt, akkor a láncreakció hatása egészen a napig elér, és minden bolygóig, amelyet a sugarai érintenek. A világegyetem összes bolygójáig. Ezért kell megállítani magukat. Ezért kell minden módszert bevetnünk a megállításukra. Barátságosan. Vagy úgy, ahogy maguk akarják. Ez őrült. Őrült? Őrültség másokat elpusztítani a saját menekvésünkért? Maguk ezt tették? Őrültség, hogy egy ország elpusztítja a másikat a fennmaradásáért? Maguk ezt is tették? Akkor miért lenne őrültség, hogy egyik bolygó elpusztít egy másikat, amely a létében fel... Elég legyen! Országomban a nők feladata a fajunk előbrevitele. Nem az, hogy a férfiak csatáját vívják. Az élet nem olyan elterjedt a bolygómon. Nem kapaszkodunk bele úgy, mint maguk. Egyetlen célunk, hogy fejlesszük a bolygónkat. Mi történt veled? Hogy egyedül vagy? Én erősítést kértem. A rádión úgy tűnt, mint a részeg lennél. Ha nem láttam volna a saját szememmel, el sem hiszem. Mit? Iszonyatos volt, és majdnem eltörte a vállamat. Figyelj, miket hordasz itt össze? Ha nem beszélsz értelmesen, sosem jutunk az ügy végére. Ki agyalt meg? Clay felügyelő. Mi? Clay volt, ez biztos, csak nem olyan volt, ahogy emlékszünk rá. Hiszen feltörték a sírját, nem igaz?
Mi jön még? A csontvázakat láttál? Láttunk is, korábban. Most már biztos, hogy meghibbantál. Mindannyian láttuk. A hadnagy, az ezredes, mindenki. És most hol a hadnagy? Meg kell találnunk. Mrs. Trent is eltűnt. Azért hagytak itt, hogy őrizzem. De felbukkant Cray, és kivont a forgalomból. Ma már másodszorra, és kezd elegem lenni ebből. Merre mentek? Hát arra. Gyerünk! Egy nap ez az egész semmivé lehet. Egyetlen hatalmas füstfelhővé és tűzgolyóvá. A teljes mindenség, a csillagok, a bolygók egyetlen tátongó lyukká. Azt ajánlom, jöjjenek velünk. Magukkal? Hova? A rendőrségre. Úgy tűnik, azt hiszi, maga diktálhat. Nézzen ki az ablakon. Jeff! Nincs semmi baja. De pillanatok alatt végez vele, ha én úgy döntök. Atya világ! Oda néz. Az Clay, ez a napnál is világosabb. És nála van Mrs. Trent? Készítsd a pisztolyod. A ma estiek alapján itt egy fegyver nem ér semmit. Clay meghalt, el is temettük. Hogy öljünk meg valakit, aki már eleve halott? Halott! És mégis ott áll! Abban a másikban egy egész tárnyi golyót eresztettem. Látom. Kizárólag ezért hallgatlak végig. Figyelj, van egy ötletem. Ha bántjuk, ha nem, valamit tennünk kell. Mögé ellopozom, és jó kupán vágom. Attól biztos megbozdul. Gyere utánam. Clay élőként sem volt elég gyors, hogy utolérjen. Úgyhogy, ha megfordul, ragad meg Mrs. Trentet, és mint a villám, fuss a másik irányba. Ó, szerinted működni fog? Talán van jobb ötleted? Már jól vagyok. A többiekkel törődjön. Elkaszálták a hústornyot. De csak azért, mert kikapcsoltuk az elektródasugarat. Ha visszakapcsolom, újra járni fog. Nem mozdul. Egy tapadtat se. És ha a hadnagy és a többiek oda bent vannak? Na és ha a maslakók, vagy ilyenek vannak oda bent? Gyerünk, induljunk! Nyissák ki ott bent! Nyissák ki! Nyissa ki az ajtót! Ezredes, én nem is venném ki magam a kapcsolót. És a levegőbe emelkedünk! Meneküljünk, Jeff! Kigyulladt a hajó! Thank you.
Eros! Eros, ébredj fel, Eros! Hát, szerintem most láttuk őket utoljára. Lehet, de előbb vagy utóbb jönnek mások. Nézzék! Elfogták már ezt a nőt? Azt a valamit? Milyen igaz? Az még szabadon garázdálkodik. És az a tippem, hogy ugyanígy néz ki. Most, hogy se hajó, se sugárpisztoly, semmit se tehetnek. De le a kalappal előttük, mert jóval előttünk járnak. Eros, ébredj fel! Eros! 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 Barátom, eddig tartott a történet, mely igaz vallomásokon alapult. Be tudja bizonyítani, hogy nem esett meg? Hazafelé menet talán, elmegy majd valaki ön mellett, és nem tudhatja, hogy az illető nem egy földön kívülje. Sok tudós szerint most is figyelnek minket egy másik világból. Egykor nevettünk a ló nélküli kocsin, a repülőgépen, a telefonon, a villanyfényen, a vitaminon, a rádión, sőt még a televízión is. És néhányan most a világűrön nevetnek. Isten óvjon minket a jövőben. Magyar szöveg Kolosár Péter és Hágen Péter. Hangmérnök Erdély Imre. Gyártásvezető Sten Gábor. Szinkronrendező Tabák Kata. A szinkron az SPI International megbízásából így sikeredett Ed Wood és a gazdasági válság jegyében.